Hosszú út vezet onnan, hogy egy pár fejében megszületik a gondolat, hogy kisbabát szeretnének, egészen addig, amíg világra jön a gyermekük. Nagyon fontos, hogy a leendő kismamák a várandóság 9 hónapjára testileg és lelkileg is felkészüljenek. A tudatosság nagyon fontos ezen a területen is, mint minden másban, de tudjuk jól, hogy azért a gyermekek egy része spontán szerelemből születik, ez a legkedvesebb állapot. De azért az a tendencia a mai világban, hogy minél tudatosabbak vagyunk, annál többet tudunk tenni. Ezért a folyamatért, ami a legegészségesebb folyamat, hozzáteszem egy nő életében. Amiért kell erre készülni, az talán a megváltozott környezet, a megváltozott világ, a társadalmi elvárások, ami a testünket és a lelkünket is érint egyben, tehát minden szinten, holisztikusan talán nagyobb egyensúlyi állapotot tudunk teremteni, hogyha felkészülünk egy pár hónapot arra, hogy mi az életünk egyik legnagyobb vállalkozásába belekezdünk. A felkészülés során számos kérdés felmerül a leendő anyukákban. Többek között az is, hogy vajon szükséges-e megszabadulnunk a szervezetünkben felhalmozódott méreganyagoktól. Ez egy nagyon újszerű, de mégis a legrégibb típusú kérdés. Nagyon sokan tagadják ennek a szükségességét, de én hiszem holisztikus gondolkodásomból adódóan, hogy az emberi szervezet elérte a biológiai alkalmazkodás maximumát, ideértve az összes méreganyagot, permetszereket, rovarölőket, tartósítószereket, ezekről napi szinten hallhatunk komoly adatokat, statisztikákat, orvosi véleményeket, és nem tekinthetünk el attól a ténytől, hogy ez felhalmozódik a szervezetünkben. Az is biztos, hogy amikor a várandóságra felkészülünk, vannak olyan gyógynövények, olyan technikák, amivel ezek egy része kiüríthető, megserkenthető az a folyamat, hogy tisztában induljunk neki ennek a 9 hónapnak, majd a szoptatásnak. Mindenki tudja, hogy a szoptatás egy csomó méreganyagot kiold az emberi testből, és hát bizony ezt átadjuk a babáknak. A méregtelenítő kúrába szeretnénk kezdeni, a világhálón ezernyi módszer találhatunk ehhez, a drasztikustól kezdve az enyhébb változatokig. A legcélszerűbb, ha mindenki a saját életmódjának, életkörülményeinek megfelelő típust választja. Ez függ attól, hogy ő hol nőtt fel, milyen az életmódja, mennyire foglalkozott eddig ezzel a kérdéssel, használt eddig már bármilyen típusú gyógynövényt. Az tény, hogy többféle európai és amerikai vizsgálat is igazolta, hogy a köldökzsinórvér, ami a legjobb mutatója annak, hogy mi zajlik egy női szervezetben a várandóság alatt, több mint 300 féle permetszert tartalmaz. Ezeket meg lehet nézni, el lehet olvasni ezeket a tudományos felméréseket. Ez nem kérdés, hogy kell egyáltalán méregtelenteni a várandóság előtt. Az, hogy egy újszülöttnek a bőre milyen lesz, az emésztése milyen lesz az egészségi állapot, az egészség alap értéke, az bizony, hogy ezektől is függhet. A mikéntje, az mindig attól függ, hogy mit kell méregteleníteni a szervezetünkből, és ez mindig egyénre, személyre szabott. A termőföld tápanyag tartalma 30-50%-kal csökkent az elmúlt 25-30 évhez képest. Éppen ezért ma már élelmiszereinkben is kevesebb vitamin és ásványi anyag található. Ezek pótlása mindenképpen fontos, különösen a kismamák számára. Itt mindenképpen a folsavat, a jódot, a D-vitamint, a kálciumot alapvetően kiemelném, amit ugye országos felmérések, korosztályi felmérések nagyon alaposan igazolnak, hogy ezekből komoly hiány van az emberi szervezetben, és minden korosztályt érint sajnos. Tehát igenis, hogy kell pótolni, vannak alapvitaminok, amiknek a szintjét nagyon érdemes optimálisan tartani a várandóság alatt, és sajnos azok a tápanyagok, amiket fogyasztunk, azok nem mindig tudják fedezni azt a napi szükségletet, amire a kismamának és a bébinek szüksége van a 9 hónapban. Nagyon jellemző ma már, hogy a kismamák sokáig dolgoznak a várandóság idején, és akkor itt még plusz a megterheléseket, a mozgást hozzá lehet tenni. Hát ahhoz, hogy egy optimálisabb állapotot tudunk teremteni a bébinek, ha ezekre tudatosabban figyelünk. Mert hisz az egészségesen születési joga mindenkit megillet, és azt ő még nem tudja nekünk mondani, hogy vegyünk be 2 szem kálcium tablettát, vagy még plusz egy folsavat, mert neki erre szüksége lenne.
három részre szoktuk tagolni ezt a gyönyörű 9 hónapot, és mind a három trimeszterben más az igénye az anyai szervezetnek, és ehhez abszolút lehet igazodni. Ezek a tények, ezek az adatok ismertek, és ehhez meg lehet találni azt az egyenes utat, ami nekünk a legjobb és a legoptimálisabb. A terhesség előtt számos gyógynövény lehet a segítségünkre. A várandóság 9 hónapja alatt azonban csak óvatosan lehet alkalmazni a természetnek ezeket a különleges kincseit. A várandóság előtt egyértelműen, hogy vannak olyan gyógynövények, egy zsurló, egy csalán, egy gyermekláncfő, egy sáfrányos szeklice, egy mária tövés olaj, amit mindenképpen érdemes alkalmazni ahhoz, hogy egészségesebbek, méregtelenníthetőbbé tudjunk válni. A várandóság alatt viszont nagyon-nagyon szűk azoknak a gyógynövényeknek a palettája, amit lehet ajánlani. Nagyon szigorúan kell megnézni azt, hogy kinek mire van szüksége, mit szeretne használni, ebben így nem is lehet egyértelműen azt hiszem állást foglalni. Talán itt egy tényt tudnék kiemelni, a kálciumpótlásnál a mákolajat, amit nagyon szívesen ajánlunk a várandóság alatt, a legtermészetesebb kálciumforrás, a szezámmagolaj és a mákolaj, az kevés édesanyja tudja, és a gyermeknek is és önmagának is ez a legjobb, hogyha az étkezésbe ezt be tudjuk vezetni. Aztán a méregtelenítés, szintén a szoktatás alatt nem lehet méregteleníteni, viszont ott egy megemelkedett ásványanyag bevitel szükséges ahhoz, hogy mind az édesanyja, mind a baba megfelelő módon tudjon a napi igényekhez alkalmazkodni. Ez megint egy teljesen speciális hozzáállást igényel. Hát inkább olyan gyógynövényeket szoktunk ajánlani, amik az immunrendszerünkre tudnak hatni, hogy a természetes gyulladáscsökkentők vagy antibiotikumok körébe tartoznak. Vannak olyan kismamák, akik azért félnek a vitaminkészítményektől, mert azt gondolják, hogy ettől nagyobb lesz a kisbaba, és sokkal több súlyt szednek fel ők maguk is. Ez azok közé, a tipikus tévhitek közé tartozik, amikkel nagyon jól tudják ijeszgetni egymást az anyukák, és a nem felkészült szakember a saját érdekeire tudja használni ezeket a mondatokat. Több kutatás is bizonyítja a 6 éves vizsgálati eredmények, akár hogyha az optimális családtervezési programnak a 6 évét nézzük, amit ugye a Celzer doktorik vezettek, tény, hogy 30-40 dekánál többel nem emelkedik meg a testsúly, akkor, hogyha valaki magzatvédő vitamint szed, nem attól gyarapszik az édesanyja, ott inkább az életmódban, a táplálkozásban bevitt folyamatokat és ételeket kell jobban megnézni. Biztos, hogy nem, ezektől a vitaminoktól lesznek nagyobb bébik. Kisbabánk megszületése után a vitaminoknak és gyógynövényeknek továbbra is fontos szerepük van. Ilyenkor sem szabad tehát megfeledkezniük ezekről a kismamáknak. Remélhetőleg a legszebb 9 hónapot zártuk egy csodálatos zökkenőmentes szüléssel, de akár máról is nézzük, ez egy testi lelki sok az anyai szervezet számára, amit bizony ki kell heverni, ha megfelelő pihenéssel és olyan anyagok támogatásával. A gyógynövényeknek nagyobb szerepe van, egy kicsit a feszültség csökkentés, a félelmek enyhítése, itt már jöhet egy kis citromfű esetleg, ami citromfűtea például, ami segít őt abban, hogy ehhez a megváltozott helyzethez, a pihenés hiányhoz jobban tudjon alkalmazkodni. Ez egy nehéz élethelyzet, és itt nagyon-nagyon fontos, hogy azoknak a vitaminoknak és eszenciális zsírsavaknak az egyensúlya meglegyen, akár itt gondolnék a lecitinre, omega 3-ra, amik nagyon sokat segítenek abban, hogy mind mentálisan, mind testileg bírjuk ezeket a kihívásokat. Az első 6 hét az mindenkinek nagyon nehéz alkalmazkodni ehhez a megváltozott életritmushoz, bioritmushoz. Sokszor a babáknak is szüksége van némi támogatásra, és itt kell az a felkészültség, az a tudatosság, amit az édesanyja már elkezdett a várandóság alatt. Régi alakunk visszanyerésére adjunk elég időt magunknak. Ne legyünk türelmetlenek. A születés után minden a türelemről kell, hogy szóljon. Nem nagyon szabad versenyt futni az idővel, mert hisz akkor nem tudjuk megélni azokat a pillanatokat annak az érzelmi mélységével, amiről ennek a pár hónapnak szólnia kell. Nagyon hamar elmúlik ez az időszak, és nem szabad, hogy ez legyen a legfontosabb kérdés.
nagyon sok olyan dolog van, amit a biológia, a test, a hormonszintünk magától is el tud rendezni. Azok a hormonok, az a megváltozott hormonszint, amivel egy szoptató édesanyja rendelkezik, nagyon sokban támogatja őt, hogy visszanyerje az eredeti alakját. És mihelyest az időbefektetés, mozgás, bioritmus, gyermekellátás, gyermekkörüli teendőkben ő megtalálja önmagát, a saját idejét, akkor én hiszem, hogy azért ez többségében rendben szokott zajlani.